Folytatjuk tovább a délelőttet, és játékokról fogunk beszélgetni, mert hogy karácsonykor azért téli szünet van, tehát a gyerekek is otthon vannak, és ilyenkor van lehetőség a közös játékokra és a közös ötletelésre. Páfi Lászlóval fogunk ezekről beszélgetni. Szerbusz, szeretettel köszöntelek. Szerbusz. Nagy örömmel köszöntök mindenkit, minden játékost és minden ünneplőt. Na hát nézzük meg, hogy én egy Rubik kockát kaptam rögtön a kezembe, és Lilla kolléganő mondta, hogy nagyon felbosszantotta magát odakint, mert hogy nem tudta kirakni. Ez például tudom, hogy a kisfiúknak egy nagyon kedvenc és slágerjátéka. És hát ebben a játékban is, ahogy Rubik Ernő szokta volt mondani, hogy a lényeg maga a játék, és nem a tökéletes megoldás, mint ahogy a kirándulóknak is az örömet az adja, hogy haladnak föl a hegyre, és sétálnak, együtt vannak, nem az, hogy fölértek a hegyre. Tehát ez a fajta gondolkodás, hogy valami célirányba haltunk, ez nagyon fontos. De igazából ezekben az ünnepi hangulatban, amikor összejön a család, akkor azért elsősorban társas játékokat szoktunk játszani. Igen, de mondjuk a Rubik kocka pont nem az, nem? Vannak társas változata is, igen, de azért talán azt mondhatnám, hogy mi büszke magyarok, most azért örülünk, hogy a világban a három legfontosabb dolog, amire a magyarokra, mint híres fejlesztőkre gondolnak, a három közt azért a focista, a Rubik, mint játékos, és a tudós, a Harsányi, akire szokta gondolni, hogy hát ők azok, akik a világot játékosították. Ezt manapság úgy mondják, hogy gamification, játékosítás, hisz már a karácsony ünnepeket is játékosítjuk, kezdődik a pásztorjátékkal. Aztán most reggel a Roráte után beszélgettünk Tardi Lacival, aki hát bővül a repertoárja, mert ilyenkor nagyon sok mindent játszik, orgonán, énekel. Szóval a zene is már ugye egy játéknak egy igazi számíthat. Játék. Ő attól még mindenmellett az unokákkal sakkozik, mint ahogy nagyon sokan sakkozunk, és hát Portis Lajosra is, és a többi nagy sakkozóra is büszkén gondolunk, akik szintén nem azért játszottak csak, hogy győzzenek, hanem egy gondolkodási folyamatban voltak. És ez a gondolkodási folyamat, ez örömmel zárul akkor is, hogyha 10-ből egyszer-kétszer nyernek. Én nekem sem okozott fájdalmat az, hogy tegnap este a gyermekem egyszer megvert, hiába 16 éves, és az sem, hogy leesett, mert hogy ő azért pörgősebben játszik, és 10 perceseket, pörgős játékokat szeret a sakkban játszani. Milyenek akkor ezek a 10 perces sakkok, ezek hát ilyen rapid játékok? Igen, csapkodni kell az órát rendesen, és hát nagy öröm, hogy ez a fajta tudás, ez a stratégiai gondolkodás, ez nagyon-nagyon szépen elterjedt. Portis Lajosnak iskolái is vannak most már évtizedek óta, ahol tanítja a gondolkodni és rendszeresen, közösen együtt játszani óhajtókat, hogy érezzék meg ennek a játéknak a különlegességét. És hát egy híres történet, ami itt a kis könyvében is van, hogy akkor, amikor a világbajnoki döntőn ő megjelent, akkor az olasz nagymesterrel egyszerre mentek templomba reggel. Na. És hát az ima az arról szólt, hogy adja meg a Jóisten azt, hogy ő a tudása legjobbát tudja adni, nem azt, hogy legyőzze a másikat, hisz hát dilemmába lett volna a Jóisten, hogy melyiknek kedvezzen. Na, nem akarok dicsekedni, de azért kiraktam a fehér oldalát, én ennyit tudok a Rubik kockával kapcsolatban. Félig följutottál a tetőre. Egy oldalát, a többi az ilyen szép színes, de hát így kedveljük. Kártyákat is hoztál egyébként, tehát annyi szerintem sok háztartásban, sok szekrényben porosodnak például állatos kártyajátékok, aztán ezeket is elő lehet venni karácsonykor. Sőt, ez a fajta játékosítás, talán még senki nem játszotta, mi se játszottuk a családba, bár sok száz játékot játszottunk így feleségemmel és 4 gyerekemmel, de még nem játszottuk el ezt a játékot, amit melegen javaslok most, hogy fogjuk föl a család fotóit, úgy, mint egy kártyalapot, mint egy közös memóriátékot. És akkor, amikor a lapokat megfordítjuk, és ha találunk egy párt ugyanarról szólót, akkor örömmel látjuk, hogy egyrészt
felidézzük azt a történetet, ami a család fotójából kínálkozik, hogy ki is a nagymama, 100 évvel ezelőtti fotó, vagy 20 évvel ezelőtti fotó, és nagyon egyszerűen létre lehet hozni. Egy fénymásolattal csinálunk, hogy mindegyikből kettő legyen, és közben a család együtt létekor felevenjük azokat az éveket, azokat a történéseket, szereplőket, akikről a családban fotó van. De mesélted egyébként egy korábbi beszélgetésünkben már, hogy hogyan keletkezett az első memória játék, ugye? Igen. Hogy talán katalógusokból vágták Igen. ki a képeket? Ezt manapság is sokan megtehetik, akik úgy gondolják, hogy nem szeretnének, vagy nem tudnak pénzt áldozni bármifajta karácsonyi ajándékra. Ők bármilyen áruházi katalógust, vagy akármilyen fajta terméknek a katalógusát, amiből kettőt elvisznek, azonos méretűekre vágják, és ezzel a lefedett, asztalra lefedett lapokkal általában jó az, hogyha 20-30 kép van két példányban, ugyanilyen családi játékot lehet játszani, de most talán ezt erre a karácsonyi ünnepre azért a családi fotókkal kapcsolatos játékot javaslom, meg egy picit az egymásra figyelést. Az egymásra figyelés egy teljesen eszköztelen szójátékkal is ugyanígy elindulhat. Például sokan úgy ismerik egy magyar, természetesen zseniális magyar játéktalálmányt, ez a mastermind típusú játék, az is tőlünk keletkezett, ahol is színeket, egyebeket kell kitalálni. Ennek a szavas változata, vagy szóra épülő változata az, hogy például gondol valaki egy négybetűs szóra, és a másik tippelget, négybetűs szavakat mond, és csak annyit kell a rejtőzködő szóról mondani, hogy két betűt eltaláltál a helyén, kettőt meg nem a helyén találtál el. És akkor kiderül, hogy például a vers, milyen nehéz ezt a fogalmat kitalálni, vagy milyen jó az, hogy egymás gondolataiban egy kicsit jártasabbak leszünk, hogy miért is gondol ő a sakra, mint négybetűsre. Én például gyors. Az almára gondoltam, tehát igen, akkor elég különbözőek vagyunk, de ezt is akár lehet családban, nem tudom, igen. Több testvér is együtt játszhatja, és akkor végül is egyfajta versengés is benne van igen. Már a játékban. Ez a versengés az egy nagyon fontos, nekem is egy picit újdonság, pedig azért több mint 40 éve foglalkozom játékokkal, tervezek, és igyekszem, ahol lehet segíteni másokat is, hogy alkossák meg a saját kis családi játékukat. De ez a versengés, most nagyon sok kutatásból az derült ki, hogy a versengés az nagyon jó dolog, csak arra kell figyelni, hogy mi az ehhez tartozó díj. Ez az, amit Harsányi János, aki Nobel-díjat kapott a játékelméletén, nagyon részletesen kifejtett, hogy ha örömet jelent maga a játéktevékenység, akkor nem kell hozzá feltétlenül díjat adni. Mert hogyha adunk valami fajta díjat, bármi előre megmondjuk, hogy csokoládét vagy egyebet, akkor maga a tevékenység értéke ahhoz kezd el viszonyulni. És hihetetlen sok olyan vizsgálat volt, ami azt mutatja, hogy a gyerekek öröme, intenzitása, figyelme csökken, hogyha bármifajta díjat adnak hozzá, mert maga a játék tevékenység, mint ahogy neked is, hogy kirakod, azt teszi a folyamatot örömtelivé. Tehát akkor tényleg megvan ez, hogy a játék öröméért játszani, igen. Az egészen kicsi gyerekek mondjuk még nem tudják, de mondjuk nagyobb korban lehet ezt tanítani idézőjelbe a gyerekeknek. Igen, hát nagyon jó az, hogy vannak már ilyen közösségek, mert az iskolában valójában nem tudnak egy matematika, fizika, számtan, olvasás tantárgyak közt, egy olyan tantárgyat, vagy olyan szakterületet találni, amire azt lehet mondani, hogy a közösségteremtés, az egymásra figyelés, a kooperációkészség, hogy ezt hogy osztályozhatnánk, hogy képesek vagyunk egy társadalomnak egy ilyenfajta játékos folyamatban aktív, hasznos tagjává válni, azt azért elsősorban nem a matematika-fizika tanításával, vagy abban lévő sikerekkel érjük el, még ha én, mint matematikus, ezt szeretném néha gondolni. Na, mi a helyzet mondjuk a papír és ceruza igényes játékokkal? Mert általában otthon mindenkinél van papír, ceruza, könnyű elővenni, és én, ha csak erre gondolok, akkor például az országváros, mint egy klasszikus, ilyen iskolai, általános iskolában mi rengeteget országvárosoztunk a szünetekbe, aztán vannak a
amik ugye kockás papírt igényelnek, a különböző torpedójátékok, ezt nekem még annó nagypapám tanította meg, tehát ezek is egy pillanat alatt létrehozhatóak otthon. Igen, és ezek mindegyike úgy van, hogy elkezdesz gondolkodni, mint a torpedónál is, hogy ő hogy helyezheti el, ő szeret a szélen lenni. Még az egyéniség is kiderül az ilyenfajta játékoknál, nem csak olyan direkt, mint a fociban, amikor látod, hogy milyen az egyénisége, mekkorát rúg a labda helyett másba, hanem ennél a játéknál is látod, hogy mennyire akar őszinte lenni, mennyire akar stratéga lenni. Nagyon sok ilyen fajta játék van, amit egy picit jó, hogyha a szülő is figyeli, hogy játszanak a gyerekek, és hogy tudja segíteni őket, hogy egy picit kooperatívabbak legyenek, és lendítsenek arra, hogy egy valódi családi közösség, egymásra figyelő közösség lehessen. De aztán milyen érdekes, hogy ezekből a játékokból nagyon sokszor ugye táblás játékok, vagy komplett társas játékok is készültek. Most, ha már a klasszikus torpedónál vagyunk, hát én emlékszem, hogy volt ilyen műanyag tobozos, ilyen kihajthatós játék is, tehát azért a játékgyártók is felfigyeltek erre. Igen, de azt gondolom, hogy ebben a rohanó világban, ahol már úgy van, hogy nagyon ritkán tudunk sokan összejönni, ezért az a jó, amit ismer a többség. A kártyajátékot, a kockajátékokat ismerik, körülbelül azonos szabályokkal is játszák, vagy pedig nagyon-nagyon lényeges az, hogyha eszközmentes játékról gondolunk, ilyen jellegűeket, mint a szóbridge, hogy most találd ki, hogy a másik mire gondolsz, ha akár csak négyen vannak, ketten összefognak, egyik segítgeti a másikat a gondolkodásba, hogy pörgősebb legyen, nagyon gyorsan létrejön egy közösség. De itt hoztál különböző kockákat, illetve klasszikus kártyapaklikat is, ezek is otthon porosodnak, de hát elő lehet venni, aztán két kockával mennyi jót lehet játszani. Igen, és hát a kártyákat meg igazából azért hoztam, hogy ezek a kártyák, amikor kézbe veszik, ezek 150-200 éves kártyáknak a reprint kiadásai, amiknek a képek, például az egyiken Buda és Pestnek a már többségében sajnos abban a formában nem létező épületeit mutatják be. Tehát egy kis történelem óra, vagy egy kis múltidézés is ugyanígy előjön, mint ahogy a családi képekkel való játszadozás. Tehát nagyon lényeges, hogy játékosan szemléljük a világot, és hát ahogy Harsányi professzor úr is, amikor ezt elkezdte mondani, és az őt követő Grastyán professzor Magyarországon, aki az élettannal foglalkozott, azt mondja, a játék teszi elviselhetővé az életet. A játék egy luxus tevékenység, de ezen keresztül olyan fajta öröm és olyan fajta közösségi tevékenység jön létre, amire manapság nagy szükség van. Ilyenkor karácsonykor meg még inkább. Igen, Bodor Gyuri atyával beszélgettünk nem olyan régen, ugye az új eukarisztia társasjátékról itt a délelőttben, és ő mesélte, hogy megkérdezte a paptársait, hogy ti mikor játszottatok utoljára, és akkor talán két fiatalabb atya jelentkezett, hogy ők játszottak az elmúlt héten, na akkor pont karácsony erre apropó lehet, hogy aki nem játszik mondjuk a szürke hétköznapokon, játszon legalább karácsonykor. Hát gondolatjában most már vagy 8-10 hónapja folyik ez a játéksorozatgyártás, mert azért nagyon sok formában készülünk 2020. szeptemberére, hogy az a fajta együttlét, az a konferencia is egy játékos, közösségteremtő tevékenység lehessen. Ez a játék, ami kijött, és amiben a Kránitz professzor úr érdemei órákon keresztül ragozhatnánk, nem csak a 600 kérdésével és nagyon nagy tudásával, hanem a békés hozzáállásával is. Ez azért egy ismerett tömeget akar játékos formában közelíteni hozzánk. Tehát aki talán kevésbé járatos egyrészt a mise kellékeiben, meg magában a közösségi asszisztenciánál szükséges tevékenységekben, annak talán jó, hogyha kibicként figyeli az ilyen játékokat, mert azért másfél-két óra egy ilyen folyamat azért, ami alatt jobban elmélyedünk azért az egyházunk ceremóniáiban is. Nagyon szépen köszönöm, Laci, hogy ismét itt voltál nálunk, és akkor egy áldott és játékos karácsonyt kívánunk neked. Nagy örömmel kívánok én is áldott karácsonyt a nézőknek.